Sziasztok, üdvözöllek titeket, 3/3 új videó, és ebben a részben az evezés nevű gyakorlatot fogom megmutatni nektek, szűken csigával, jó? Alapvetően nagyon szeretem ezt a gyakorlatot, de nem olyan könnyű a kivitelezés. Elmondom, hogy mikre kell figyelni, annak függvényében, hogy a hátnak melyik részét szeretnénk megdolgoztatni, és hogy mikre érdemes figyelni annak érdekében, hogy a sérülés veszélyt azt kiküszöböljük. Szóval alapvetően hogyan foglalunk helyet ezen a csodálatos szerkezeten? Először is arra érdemes figyelni, hogy a lábtartás hogy van. Tehát, hogyha túlságosan hátra hűvünk, akkor ugye nem tudjuk elérni ezt a kart se egyáltalán, ha viszont túlságosan közel helyezkedünk el hozzá, csökkeni fog a mozgástartomány, szóval azt próbáljuk meg belőni, hogy egy olyan lábtartás legyen, ami nem zavar minket a gyakorlat végrehajtásában, kényelmesen el tudjuk érni. Jó, aztán milyen fogót válasszunk, az is fog számítani. Én ezeket jobban szeretem, ami így néz ki, vagy esetleg ennél egy kicsikét távolabb van egymástól a két kar, ami ennél közelebb van, az a probléma, hogy csökkenni fog a mozgástartalmány, és ha valakinek nagyobb a háta, akkor nem fogja tudni elég közel húzni magához, szóval szerintem ez a legjobb, vagy ennél egy kicsikét szélesebb fogású, hogyha a széles hátizmot szeretnénk megdolgoztatni, és ez a kivitelezés, amit ebben a videóban fogok mutatni, ez arra lesz, hogy a széles hátizmot dolgoztassuk meg, és hogyan fogjuk tudni ezt megtenni? Úgy, hogy leképezzük azokat a mozdulatokat, amiket a széles hát csinál, és mit csinál a széles hát, a kart fogja ebben a pozícióban közelíteni a testünk közé, és mi is ezt szeretnénk megoldani. Itt ennél, amikor a széles hátat edzük, akkor nem kell arra figyelni, hogy így nyúljon, és utána meg kitoljuk a mellkasunkat, stb. Amikor a hátnak középső, belső részét szeretnénk megdolgoztatni, akkor egy másik fogást javasolnék, ennél a szélesebb fogás, és akkor följebb lehet tartani a kallantyút, és akkor van szerepe annak, hogy szépen a lapockát zárjuk. Ennél, amikor a hátizmot, a széles hátizmot szeretném megdolgoztatni, ennek nincs jelentősége, az lesz a fontos, hogy a kart ebben a pozícióban közelítsük magunkhoz, minél közelebb maradva a combunkhoz. Tehát, amikor húzunk, akkor próbáljunk meg a combunkhoz közel maradni, és nem pedig ide fölhúzni a mellkasunkhoz, mert sokkal inkább fogja a bicepszet dolgozni, de leginkább a hátnak a középső belső részét, de nem annyira a széles hátizmot. Aztán, amit sokaknál szoktam látni, hogy amikor dolgozik széles hátizomra, akkor is így beledől és próbál egy hátradőlni, és én ezt értem én, hogy ez így könnyebb, viszont a széles hát az nem így fog a lehető legjobban megdolgozásra kerülni, hanem pont akkor, hogyha kicsikét ugyan egyenes törzsel, de előrébb dőlünk, jó? Ez fontos, itt is törzs feszít, hát egyenes, de kicsikét dőljünk előrébb, és ide az ölünkbe próbáljuk meg behúzni a kart, és sokkal jobban fogjuk tudni érezni a hátat. Fontos még az is, hogy a váll az szépen a törzs vonalában legyen, nem kell túlságosan hátrazárni se, de az se, hogyha előre esik a gyakorlat végrehajtása közben, szóval ide próbáljuk meg szövekelni magunkat, próbáljuk meg a felkart közel tartani a testhez, és ebben a pozícióban egyenes tartással húzni a kart magunkhoz közel. Aztán, amikor tartjuk magunkat, mire érdemes még figyelni, ez ami sokaknak kezdőszinten nem szokott menni, hogy hogyan tolja ki a mellkasát úgy, hogy a hát egyenes maradjon, és az szokott előfordulni, hogy vagy az van, hogy kitolja az ember a mellkasát, és akkor tolja ki vele együtt a fenekét, vagy pedig így összegörnyed. Viszont amire érdemes figyelni, hogy egyenes háttal előre dőlünk, de a mellkasunkat azért valamennyire toljuk ki. Illetve annak érdekében, hogy a hátnak a munkáját maximalizálni tudjuk, a bicepsnek a munkáját pedig minimalizálni tudjuk, arra érdemes figyelni, hogy hüvelykujj nélküli fogást alkalmazzunk, vagyis hüvelykujjunkat tegyük át a másik oldalra, ez egy apróság, viszont csökkenteni fogja a biceps aktivációját, és növelni ezáltal a hátnak a munkáját. A következő dolog, amire érdemes figyelni, ez az utolsó, hogy próbáljuk meg ne karból, hanem könyökből húzni, és gondoljunk úgy a karunkra, hogy ez csak egy kampó tulajdonképpen, ami éppenséggel hozzá van csatlakoztatva a csigához, de könyökből próbáljuk az ölünkbe behúzni a súlyt egyenes háttal, kitolt mellkassal. Jó? A következő, amire érdemes figyelni, utolsó utáni, az az, hogy amikor széles hátizmot akarjuk dolgoztatni, akkor annak a feladata idáig terjed, jó? A törzsünk vonáljuk, hogyha annál közelebb húzzuk magunkhoz, az már nem a széles hátizmot fogja megdolgoztatni, inkább a hátsó vállat, kis nagy görgeteg izom és a többi, de most mi nem ezt szeretném megcsinálni, hanem a széles hátat, szóval bőven elég, hogyha a test vonáig húzzuk a kart, jó?
Erre a gyakorlatra ennyit szerettem volna elmondani. Sokan csinálják, de nem egy könnyű gyakorlat. Aki kezdő, annak lehet, hogy a melltámasztós evezéses variációk azok könnyebben fognak menni, de érdemes szerintem ezt is elsajátítani. Nagyon jó gyakorlat, hogyha helyesen csináljuk, jó? Ez a videó az ennyi volt, remélem, hogy tetszett, és ha szeretnétek még több gyakorlatról még többet megtudni, akkor töltsétek le a Novex applikációt, de ne csak ezért, hanem mert rengeteg edzésterv található benne, otthoni edzésterv, edzőtermi edzésterv, kezdő, haladó, profi szintű sportolóknak, illetve vannak benne receptgyűjtemények, videók, leírások, cikkek, bekerülsz egy közösségbe, ahol lehet folyamatosan kérdezni, én pedig válaszolok, jó? Ez a videó ez ennyi volt, ha tetszett, akkor iratkozz föl, nyomj egy lájkot, esetleg kommentelj, és a következő videó alkalommal találkozunk. Vigyázzatok magatokra, és sziasztok!